Kántor nevét a televízióból ismerhette meg a hazai közönség. A német juhász a magyar bűnöldözés egyik legkiválóbb nyomozókutyája volt. Az 1960-as években több mint 500 ügy felderítésében segítkezett. Az ismert nevet viseli a Nagytétényi út 219-es szám alatti Kántor állatorvosi rendelő és patika is, ahol nem csak a kis kedvencek kezelésében nyerhetünk bőve betekintést, de az állattartási szokásokról és az előforduló betegségekről is hallhatunk. Valójában már régen dédelgettük ezt a gondolatot a kollégámmal, hogy nyitunk egy rendelőt, és 2022-ben találtunk erre egy lehetőséget ebben az ingatlanban, felújítottuk, átalakítottuk. Az alapötlet az volt, hogy egy alapellátást tudjunk biztosítani, és emellett gyógyszert is tudjunk értékesíteni a betegeink számára. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb az igény, nem csak itt a környéken, hanem országosan is. A Covid az elindított egy olyan gondolkodásmódot a felelős állattartás irányába, hogy sokan befogadták a kiskutyát, a kis cicát, és családtagként kezelik. Budatétényben is ez megfigyelhető, a 10 emeletes házakban is a kisebb állatok befogadása abszolút jellemző, szinte minden lakásban megtalálható, vagy egy hullámos papagáj, egy hörcsög, vagy egy kiskutya, kis cica, és van kertvárosi rész is, ahol természetes, hogy van akár több cica is, vagy több kutya is. Azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód, hogy felelős állattartás, ez nagyon jellemző itt a környéken. A kutyások közösséget formálnak, nem csak a social médiában, hanem a sétáltatások során is, úgyhogy egymásnak mondják a híreket azzal kapcsolatban, hogy hol nyílt új rendelő, milyen tapasztalatokat szereztek. Azt a visszajelzést kaptuk, hogy itt valóban szeretettel bánnak az állatokkal, nem mintha más rendelőben nem bánnának itt, de mi erre abszolút hangsúlyt fektetünk, és nagyon örültek annak, hogy itt végre nyílt egy rendelő. A rendelő kisebb műtétek, röntgenezés, ultrahang, laboratóriumi vizsgálat, ivartalanítás, valamint fogászati és szemészeti beavatkozások elvégzésére is alkalmas. A cél, hogy az alapellátást biztosítsák a beteg állatok számára. Igyekeztünk követni a kor igényeit, úgyhogy a legbüszkébbek a digitális röntgenünkre vagyunk, ami gyakorlatilag azonnal képet ad, és azonnal tovább küldhető a lelet is. Jól felszerelt műtőnk van, ahol inhalációs narkózist tudunk biztosítani, megfelelő gép monitorizálással, EKG, pulzoximéter, vérnyomásmérő, kapnográfán rendelkezésre. Van egy nagyon korszerű ultrahangberendezésünk, amelyik vezeték nélkül működik, és tabletten adja a képeket. Van egy laboratóriumi berendezésünk, amivel a vér összetételét tudjuk analizálni, és gyakorlatilag 15 percen belül eredményt tudunk biztosítani. Ezzel szerintem nagy versenyben vagyunk a humán ellátással szemben is, illetve egy nagyon jó felszerelt gyógyszertárunk van, ahol alapvető gyógyszereket, parazitellenes termékeket, tápokat, gyógytápokat és felszerelési cikkeket is forgalmazunk. Döntően így állna össze a mi kis szerepkörünk. Egy alapellátást biztosítunk, és hogyha szükséges a betegnek a továbbküldése, mi várjuk, hogy először hozzánk jöjjenek be a betegek, ha szükséges a továbbküldés, akkor megvan azokkal a specialistákkal, azokkal a kórházakkal a baráti, régóta tartó kapcsolatunk, ahova küldhetjük, legyen szó akár endoszkópos beavatkozásról, CT-ről, MRI-ről, csontsebészeti ellátásról, belgyógyászati szakvizsgálatról, tudjuk itt a környéken, illetve Budapesten, hogy hova tudjuk tovább küldeni a beteget. Betegeink ezért hálásak, mert azt látják, hogy nem csak továbbküldésről van szó, hanem tényleg egy alapvető felmérésről. A leggyakoribb páciensek a kutyák és a macskák, de előfordult már tyúk, törpekenguru, láma és teknős béka kezelése is. A diagnózis a látható tünetek és egy alapos vizsgálat után állítható fel, amelyhez támpontot a különböző állatfajok anatómiai ismerete biztosíthat. Kutya-macska tartásban megfigyelhető egy változás, mondjuk a 80-as, 90-es években mondjuk 10 betegből 9 kutya volt egy macska, most már nagyjából ez kiegyenlítődik, tehát 6 kutya, 4 macska, 5 kutya, 5 macska a 10 betegre jutó átlag, úgyhogy a macska is egyre inkább előtérbe kerül, és nem csak egérfogóként tartják, hanem valóban családtagként is. Alapvetően a mi diplománk, az állatorvosi diploma elnevezése általános állatorvos, tehát nekünk elvileg minden
mindenhez kellene érteni, de korán sem értünk mindig mindenhez. Alapvetően a kutya és a macska az, amihez értünk. Alapszintű ellátás természetesen más állatfajoknál is tudunk biztosítani. Hát én azt gondolom, hogy már amikor kibújtam erre a világra, már akkor gondoltam arra, hogy állatorvos leszek. Hát nem egészen így van, de az biztos, hogy már kiskorom óta. És azt figyeltem meg, hogy a kollégák esetében mondjuk egy 50-60%-ban ez már gyerekkori álomként szerepelt a jövőt illetően. Aztán vannak olyanok, akik menet közben találják ki, hogy mik legyenek és mit szeretnének csinálni. Van nálunk nyári tábor is, és az egyik kis gimnazista hölgy nem tudta eldönteni, hogy milyen irányban tanuljon tovább, és amikor hozzánk eljött, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy állatorvos lesz. Tehát elképzelhető, hogy a pályaválasztás időszakában is kialakulhat. Az alapvető feltétel az, hogy szeresse az állatokat. Ahogyan az embereknél, úgy a házi állatoknál is ugyanolyan mértékben nőtt a krónikus megbetegedések száma, mi több, az észletbetegségek típusa is hasonló, így a rendszeres kontroll javasolt. Hogyha egy évben csak egyszer megy el, az azt jelenti, hogy azt az egyszeri veszettségoltást az nagy valószínűséggel megkapja. Ha többször megy el, az azt jelenti, hogy a havi vagy háromhavi rendszerességgel adandó féreghajtó parazitellenes terméket már többször megvásárolja a gazdi, és nagyobb figyelmet fordít arra, hogy megelőzze ezeket a betegségeket. Mi is ezt tapasztaljuk, hogy azok a betegeink, akik törzsbetegeink, és ez az 70-80%, ők visszajárnak hozzánk, és nem csak azért, hogy beszélgessenek, hanem azért, hogy megelőzzék azokat a problémákat, amiket egy parazitózis okozhat. Komoly problémát okoz ma Magyarországon a szívférgesség, a kullancsosság és a bolhásság, úgyhogy erre való tekintettel azt gondolom, hogy havi rendszerességű állatorvos látogatás fontos és szükséges. Régebben ez nem volt ennyire jellemző. Vagy beoltották a kutyát, vagy nem. Ha igen, akkor évente csak egyszer jöttek el, vagy csak akkor, hogyha valami súlyos probléma adódott, egy bélerzárodás, vagy eltörött a foga, vagy kisebesedett a lába, esetenként jöttek csak el. A mi célunk az, mi állatorvosok azt valljuk, hogy nem kezelni kell, hanem megelőzni a betegségeket, és ezért gondoljuk azt, hogy a gyakoribb látogatással, a megelőzéssel ezt biztosítani lehet. A Kántor állatorvosi rendelőben bejelentkezés nélkül is szívesen várják a pácienseket, de az eddigi tapasztalatok alapján érdemes telefonon is foglalni időpontot, így egy jó hangulatú és kényelmes állapot felmérése is lehetőség adódik. Ez nem csak a házi kedvencek későbbi vizsgálatát könnyíti meg, de a gazdáknak is segítség, hogy a speciális kérdésekre választ kapjanak.